Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Az elmúlt héten hajmeresztő döntést hoztak Brüsszelben, megszavazták a kötelező migránskvótát a belügyminiszterek tanácsának ülésén. Ezen én nem nevetnék az önök helyében, de hát önök tudják. Persze mindannyian tudjuk, hogy ez az Európai Unió már régen nem az, amikor megálmodták az alapítóik, Konrad Adenauer, Robert Schuman és de Gasperi. Nagyon messzire került az alapító atyák értékrendjétől és céljaitól és szándékától. Európa keleti részében háború dúl, itt a szomszédságunkban. Ezrek halnak meg, milliók szenvednek. Mit csinálnak ilyenkor Brüsszelben? Józanész az diktálna, hogy béketervet állítsanak össze. De nem ezt teszik. Nem ezt teszik. 2012-ben emlékeztetnék arra, hogy Nobel békedíjat kapott az Európai Unió, ma háborúpárti, csak úgy, mint önök tisztelt baloldal. Fegyver, fegyver és újabb fegyver szállítását látjuk a front széles vonalán. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a mai Európai Unió méltatlanná vált a Nobel békedíjra. Béketerv helyett háborús forgatókönyveket ír. Sőt, béketerv helyett migráns kvóta tervet fogad el. Újabb meghívó levelet írt Afrikába, Ázsiába és a világ számos pontjába. Tovább bátorítják az embercsempészeket. Gyertek, kedves migránsok, majd mi szétosztunk titeket az Európai Unió valamennyi tagországába, így Magyarországra is. Elképesztő, tisztelt képviselőtársaim, elképesztő, ami manapság történik az Európai Unióban, Brüsszelben. Nyilván, hogyha a magyar humor részéről közelítjük meg, akkor most már nem csak a Lárpurlárban Befenyő Pista bácsi kérdezi meg, hogy normális, hanem nagyon-nagyon sokan, hiszen látják ennek a migrációs politikának a kárát, látják ennek a veszélyét. Tisztelt országgyűlés, Brüsszel egyértelműen visszaél a hatalmával. Bevándorló országot akar csinálni valamennyi európai tagországból, így Magyarországból is. A magyarok feje felett hoztak döntést, ezt mi nem szeretjük. Magyarországon volt egy népszavazás, 3,4 millió magyar mondta el véleményét arról, hogy nem kér a migránsokból, nem kér a kötelező kvótából. Ennek ellenére a fejünk fölött meghozták ezt a döntést Brüsszelben. Ami még ide tartozik, az az, hogy egy jóval nagyobb problémát okoz mindez, hiszen eddig is gondban volt már az európai keresztény civilizáció, újabb lökést kapott most a lejtőn lefelé ezzel a döntéssel. Az önfeladás útját erősíti meg ezzel a döntéssel Brüsszel. Amit ma látunk, és amit az Európai Unió csinál, az egyértelműen egy olyan politika, amely azt célozza meg, hogy a keresztény civilizációnk, múltja, kultúránk, gyökereink, értékeink, hagyományaink eltűnjenek. Minden ember által létrehozott civilizáció egyedi és számos értéket hordoz. A maguk idejében, a maguk helyén, földrajzi elhelyezkedésében. A különböző vallási talapzatokon létrehozott civilizációk mindenképpen tömeges és mesterséges összekeverése komoly kockázatot és komoly veszélyt jelent valamennyi civilizáció számára, így az európai keresztény civilizáció számára is. Látjuk ennek a káros hatásait, látjuk a terrortámadásokat, látjuk a késeléseket, látjuk a különböző más magatartási szokásokat, amelyek veszélyt jelentenek mindannyiunkra. Mi keresztény demokraták úgy látjuk, hogy az egymást tisztelő, egyenrangú, együttműködő civilizációk, együttműködő nemzetek mellett kell letennünk a voksunkat, ezt kell támogatnunk, nem egy egységes, homogén emberiség megvalósítását és megteremtését. Tisztelt képviselőtársaim, végezetül azért hadd emlékeztessek arra, hogy az Európai Parlamentben a migránsok kötelező szétosztására vonatkozó javaslatot a magyar baloldal képviselői megszavazták és támogatták, többek között Dobrev Klára, Cseh Katalin, Donát Anna, Molnár Csaba és a többiek is. Emlékszünk, miket mondtak néhány évvel ezelőtt, ugyanezek a szereplők, többek között Kunhalmi Ágnes, azt mondta, hogy a migráció álprobléma, a Fidesz találta ki az egészet, nem létezik ilyen. Dobrev Klára következőt mondta, a migrációt az UFO-khoz hasonlítja,
A migráció nem létezik, csak úgy, mint az UFO-k sem, kommunikációs tüknek tartotta, és nincsenek bevándorláspárti tervek, nincsen kötelező kvóta. És látjuk, hogy van, mégiscsak van, tisztelt képviselőtársaim. Mi nem akarjuk, hogy Magyarország bevándorló ország legyen. Mi kitartunk a magyarok álláspontja mellett, és megerősítjük azt, amit a népszavazás alkalmával tettünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Válaszadásra Rétvári Bencent kell úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt frakcióvezető úr, tisztelt ház. Miközben múlt csütörtök délelőtt a világszinten minden országában a részvétüket fejezték ki a politikusok, amiért Franciaországban egy szír migráns kisgyermekekre támadt, őket késelte meg. Aközben a belügyminiszterek azzal foglalkoztak Luxemburgban, miképpen lehet automatikussá tenni a migránsoknak a szétosztását Európán belül. Magam is részt vettem ezen az ülésen, és eszembe jutottak a magyar politikusoknak a mondatai, amiket főleg a népszavazás környékén mondtak, azon népszavazásnál, amelynél arra kellett válaszolni a magyar embereknek, hogy előrehassa az Unió, nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését. Erre 3,3 millió ember mondott akkor nemet. Ekkor azt mondta az MSZP, hogy az egész kötelező kvóta egy blöff, és ilyen nincsen. Azt mondta az LMP, hogy ez egy politikai átverés, nincsen semmifajta kötelező kvótaterv. Azt mondta Újhely István, akkor még ugye MSZP-s európai parlamenti képviselő, nincs és nem is lesz semmilyen betelepítési kvóta a menekültekkel kapcsolatban. Azt mondta Niedermüller Péter, korábbi DK-s európai parlamenti képviselő, szó sincs kötelező kényszerbetelepítésről, ilyen terv, amit a magyar kormány mindannyiunk fejébe próbál belesújkolni, ilyen nincs. A múlt héten szavaztak róla. Tóth Bertalan, MSZP akkori elnöke, kötelező kvóta nincs és nem is lesz. És még lehetne sorolni a baloldal szinte minden pártjából vezető politikusokat, akik elmondták, hogy kötelező betelepítési kvótákra vonatkozó terv nincsen. Ezt próbálták elmondani a magyar embereknek, akkor, amikor egy népszavazáson a magyar emberek elutasították a kötelező betelepítési kvótákat, majd megtörtént az múlt csütörtökön a Beres-Igesvéti Tanácsnak az ülésén, hogy elfogadták az erre vonatkozó javaslatot. Két ország szavazott ellene, Magyarország és Lengyelország, és négy ország tartózkodott, akik szintén nem támogatták ezt a javaslatot, Litvánia, Szlovákia, Málta és Bulgária. Mi voltunk tehát azok, akik ezt elleneztük. Nem hiába a Bel- és Igazságügyi Tanácsban terjesztették ezt elő, hiszen ezzel a kérdéssel korábban az Európai Tanács foglalkozott, ahol az állam és kormányfők vannak. Ott konszenzussal kell döntéseket hozni. Elmondta az Európai Tanács, hogy akár a Dublini rendszernek a megújítása, akár bármilyen menekült kérdés, az Európai Tanács illetékességi körébe tartozik. Nekik, tehát konszenzussal kell erről dönteni. Majd múlt csütörtökén azért hozták ezt a belügyi tanácsba, mert ott lehet minősített többséggel dönteni. Nem 100%-os egyetértéssel, hanem 55%-os többséggel az államok számát tekintve, és 65%-os többséggel az államok népességét tekintve. Az elmúlt 8 évben számtalan kvótaterv volt már, amelyik elbukott. Utána hoztak egy önkéntes kvótatervet, amely szintén a tagállamok gyakorlatán bukott el, mert nem működött az önkéntes átvételi rendszer sem. Éppen ezért kerestek egy olyan módot, ahol ki lehet kerülni a konszenzust, ki lehet kerülni a tagállamoknak a teljes egyetértését, és így lehet elindítani ezt a jogalkotási folyamatot, és így lehet ezt a javaslatot, most már a belügyi tanácsnak a javaslatát tovább vinni a parlament felé, az Európai Parlament felé, és ne legyen illúziónk, ebben a szakaszban nem szigorúbbá, hanem migránspártibbá fog még inkább válni ez a javaslat. Az tehát, amit az európai baloldal és a magyar baloldal főleg tagadott, hogy nincsen kötelező kvótaterv, ez most megtörtént. Most, ma még Magyarországon, és ez Magyarországon persze később is így lesz, de most Magyarországon és Európában a tagállamok döntenek arról, hogy ki él az adott országban és ki nem. Az adott államoknak van lehetőség arról dönteni, hogy kiket fognak beengedni a saját országukba. Ha ez a javaslat megvalósul, nem a tagállamok döntenek Európa lakosságáról, hanem az embercsempészek. Mert akit az embercsempészek az Európai Unió határára elhoznak, azokkal szemben egy gyorsított eljárást, a korábbiakhoz képest gyorsított eljárást le kell folytatni.
sok kedvezmény van benne, sok esetben már az Európai Unió területén lehet lefolytatni ezt az eljárást, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve mindenki szabadon távozhat, és hogyha lefolytatódott ez a gyors és rengeteg kedvezménnyel megtüzdelt eljárás, utána automatikusan megkapják azt, hogy melyik országban élhetik az életüket. Ez egy Afrikából vagy Ázsiából elindulni szándékozó ember számára, ez nem más, mint egy meghívólevél, egy automatizmus. És hogyan született erre a döntés, tisztelt képviselőtársaim? Egy 12 órás vitán e-mailen kiküldtek egy javaslatot, 10 percre rá papíron kiosztották, és 20 percre rá lehetett szavazni. Nekünk górcső alá veszik az összes eljárásunkat. Önök más sem csinálnak, csak feljelentgették Magyarországot az Európai Parlamentben, és ehhez képest Brüsszelben így születik a döntéshozatal 20 perccel a javaslat kiküldése után. Azt hiszem, ha valami nem jogállami, hát ez az eljárás nem jogállami. Köszönöm szépen!